Tudod, mi a helyzet? Mint ahogy én hozzáállok a focihoz, hogy én hosszú-hosszú évekig ostoroztam az egész sportágat, hogy ezt miért érdemes nézni, és rájöttem egyszer, hogyha trecsként nézem, akkor marha vicces. Sziasztok, ez itt újra a Vadmérő Podcast, ezúttal csak Janival ülünk itt. Véget ért a Giro d'Italia az év első 3 hetes körversenyének első hetei, pedig úgy gondoltuk, hogy a pihenőnapon beszélgetünk egy kicsit arról, ami eddig történt. Szia, Jani! Hello! Hogy tetszik eddig a verseny? Az eddigi évekhez képest talán egy kicsit csendesebb első héten vagyunk túl, viszonylag kevés összetettet érintő szakaszsal, mégis sok összetettet érintő eseménnyel. Mi a véleménye az eddigiekről? Az a véleményem, hogy méltatlanul gyorsan átsiklunk azon, hogy ti ott voltatok a helyszínen. És mesélj már a hallgatóknak néhány mondatban, azon kívül, amit már ugye meg is írtál a Flow Cyclone-on, hogy mi volt mondjuk a legnagyobb meglepetés, amikor kint voltatok a helyszínen. Igen, ugye múlt héten is említettük, hogy Milánnal kiutazunk a bolognai nagyrajtra. Ez megtörtént, erről egyébként írtam egy cikket a Flow Cyclone oldalán, megtaláljátok Giro élménybeszámoló címszó alatt. Egyébként egyrészt szeretném beszélgezni, hogy fantasztikus élmény volt, nem is vártam mást. Voltam már korábban Giro rajta, nagyjából tudtam, hogy az arra számítani lehet, hogy közel lehet odaférkőzni. Tényleg test közelben vannak a versenyzők. Az melyik év volt, amikor legutoljára voltál? A 100. Giron voltam kint, 2 évvel ezelőtt, ugye. Ahhoz képest volt valami különbség, hogy esetleg jobban rákészültek a 100. rajtra, vagy... Kicsit különbség. Még egy kicsit szabályozottabb, vagy ilyen jobban szervezett volt még Algeróban, igen, annó ez az egész történet. Ott legalább volt a versenyzőknek az ilyen felkészülési faluját, vagy nem is tudom, ahol csapatbuszok állnak, azt rendesen kördekordon azt mint egy túrrendezvényen. Itt szalagkorlátok és bóják, aminek a túloldalán ott állt Viviani, ott állt Landa, Sir David Bellis volt pedig a buszok között sétált telefonálva a rajongók között. Mm-hmm. A versenyzők azok közöttünk indultak el pályabejárásra, szóval mindenki test közelben, mindenki elérhető volt. Ez igazából a Kánán volt. Abszolút, teljes mértékben. A több milliós Bianchi bringák is épp, hogy csak a korlát túloldalán voltak, de ha megfontolom, akkor egy óvatlanabb pillanatban egyet el is csinálhatjuk. Azért az egy extra pályabejárás lett volna tőlünk. Az biztos. Hát én nem tudtam volna megtekerni azt az áttételt, amivel ők ott beállítottak magunknak a hegyre, de nem úgy a hegyen, a síkon sem. Ezt jó, hogy nem próbáltuk meg. Na, hogy a kérdésedre is válaszoljak. Az a helyzet, hogy a sportrajongói meg újságírói rémálomban, hogy tökéletesen, néhány kivételt leszámítva, tökéletesen alakul egyelőre a papírforma. És folyamatosan győzködöm magamat, hogy ez majd így meg fog dőlögetni a következő hetekben, de egyelőre nem úgy tűnik. Igen, ugye... Röviden összefoglalva az eseményeket, Primož Roglič eddig egy alapvetően hibátlan versenyen első héten van túl, nem történt vele egy kisebb bukáson kívül semmi rossz. Meg volt az egy kötelező bukás. Igen, azt letudta, olcsón megúszta, ezen kívül 2 időfutamot nyert, minden egyes szakaszon megjött hátrány nélkül, elkerülte a 4. szakaszon a nagy bukást, és gyakorlatilag még ott is nyert a riválisan jelenleg, az összetett esélyesekhez képest Nibali van hozzá a legközelebb, 1.44 hátrányban, ha minden igaz. A többiek pedig, hát, Yates, Lopez, 3 perc fölött. Óriási úszóreckéket vettek, képletesen szóval, és szó szerint is, főleg az időfutamon, a tegnapi időfutamon. Hát igen, nem volt szerencsé ilyen szempontból a mezőnek, volt egy-két brutális esős szakasz, erről majd egyébként még később beszélünk, mert ez érdekes lehet volt, és a szakasz kapcsán külön. Viszont, ami még az összetettet illeti, Roglič hozta, amit nagyjából amit vártunk tőle, azért az meglepetés lett volna, akárha San Lucán, akárha ezen a San Marino időfutamon nem ő nyert, pláne Tom Dumoulin hiányában, hiszen szintén rendkívül fontos esemény, a 4. szakaszon Tom Dumoulin bukott, 4 perc hátránnyal ért célba, másnap ugyan megpróbált felülni a bringára, de 5 perc után azt mondta, hogy nem bírja, köszöni szépen. Nekem egyik legszimpatikusabb csávó a Dumoulin így a esélyesek közül igazából. Őt nem, hogy ki kellene zökkenteni a panelek közül, hanem ő pont a panelek antitézise. Tehát, hogyha van egy ilyen helyzet, hogy így látszik, hogy ez totálisan reménytelen, hogy folytassa, a hátrány is óriási,
akkor nem azt fogja mondani, hogy megpróbáljuk napról napra, meg majd holnap meglátjuk, hanem kimondta, hogy szerint ez totál esélytelen, de azért megpróbálja, mert nem akar később haragudni magára, hogy nem indult el a szakaszon, és ez... És megpróbálta, becsülendő nagyon. Na, egyetértek abban, hogy ez abszolút egy szimpatikus megmozdulás volt Dumoulin részéről, ettől függetlenül nyilvánvaló volt, hogy erőltetni ezt kár. Ugye neki be van tervezve a Tour de France is, tehát igen, ilyen szempontból logikus, hogy nem akarja a szezonját tönkretenni azzal, hogy most fölöslegesen forszírozza a Giro 12. helyét 4 perc hátrányból sérültem. Szerintem jó döntés született, ettől függetlenül nagyon sajnálhatjuk, hogy igen. Dumoulin a továbbiakban nem lesz velünk. Ugye Bernal már a verseny előtt esett ki, Valverde már a verseny előtt esett ki, most már gyakorlatilag a harmadik nagyobb név, aki a 9. szakaszra nincs versenyben. Igazából, ha ezt a részét nézzük, szerintem ez a Giro-nak az igazi arca, hogy legalábbis én így szoktam hozzá, hogy az első héten így behúzunk egy strigulát, hogy egy nagy esélyes biztosan kiszáll. És az elmúlt években ez nem nagyon volt így szerintem. Oké, hogy bukások se nagyon voltak, most meg ez szerintem egy kicsit ebből a szempontból ilyen hagyományosabb GT-kezést látott. Igen, ebben abszolút egyetértek, hogy az a fura tényleg, hogy a Giro-tól az elmúlt években nem igazán ezt szoktuk meg. Általában ugye az első héten is volt egy, de inkább kettő viszonylag komoly hegyi szakasz. Általában egy időfutam, nem kettő, és több olyan szakasz, ahol azért megbojdult az össze. Tehát itt, a két időfutamon kívül tulajdonképpen nem történt a GC-t befolyásoló komolyabb tényező, és talán ez okozta azt a sok kevésbé veszélyesnek, vagy kevésbé fontosnak elkönyvelt szakasz, hogy a mezőny ideges volt, hogy több volt a bukás, hogy több összetett esélyes került bele ezekbe a problémákba. Én ezt látom, és tényleg ez egy hagyományosabb GT rajt, csak a Giro-tól az utóbbi években nem ezt szoktuk meg. Igen. Viszont visszatérve arra, hogy Roglic hozta a papírformát, szerintem még a papírformán felül is hozott. Tehát ha azt nézzük, hogy hol adta a legtöbb időt például a legfőbb etélytársainak, hát nem a sík szakaszokon. Hát nem, ugye annyiban vitatkoznék, hogy Sanlúcán még viszonylag közel voltak hozzá. Oké, 8 kilométeres prologról beszélünk, aminek az elején 70-nel végig lehetett szágulni az ennyire lejtős városon. Nagyon sajnáltam egyébként, hogy ebből a részéből a pályának semmit nem láttunk igazából, mert végig a rajthely környékén mászkáltunk. Itt volt egy ilyen fél óra, bő óra, amikor kicsit kimászkáltunk, és egy ilyen 5-600 méterre a starttól már látni lehetett, hogy ilyen 60-nal száguldanak a versenyzők. Ez egészen elképesztő, de visszatérve magára az időfutamra, ott még viszonylag közel voltak Roglichoz. Még Yates hagyján azt várhattuk, de Nibali is, és López is viszonylag közel voltak. Tehát ha úgy nézem, várható volt, hogy megnyeri, ilyen 10-20 másodpercet adott a legnagyobb riválisainak, én nagyjából ezt a különbséget lőttem be volna előre is. San Marinóban viszont elszabadult a pokol, mert leszakadt az ég, és láthatóan Roglic alkalmazkodott legjobban ezekhez a körülményekhez. Ugye azt lehetett látni, hogy a sík szakaszon még viszonylag közel voltak hozzá, tényleg 40-50 másodpercre volt Yates és Nibali is. Ezt nevezzük viszonylag közelnek, azért ez elmond valamit a helyzetről. Hát igen, Roglic klasszisokkal jobb időfutam menő, mint mindenki más, ezt a pályát meg főleg Tom Dumoulin hiányában, és mondjuk Geraint Thomas vagy Chris Froome hiányában ezt a pályát Roglicra rajzolták, mert volt benne 20 km sík, és volt benne egy emelkedő, ami 12 km, és helyenként 5-6-7%, tehát egyáltalán nem egy könnyű emelkedőről beszélünk. Ettől függetlenül ugye szorosabb lett legalábbis a szakasz, mint ahogy ezt talán kicsit vártuk, hiszen Campanert csak 11 másodpercre volt Roglictól. Ó, igen. Ebben szerinted az eső játszott bele, vagy Campanert alapból olyan erős lett volna, hogy megszoríthatja Roglicot? Szerintem Campanertnek csak az emelkedőn kezdett el esni az eső, ugye? Igen, ő a síkon még szárazon ment. Saját tapasztalatomból kiindulva is azt gondolom, hogyha nem csökkent a hőmérséklet utálisan, nem hiszem, hogy ez bármilyen hatással lett volna az ő teljesítményére. Sokkal inkább az elbénázott bringacsere, azon simán múlt ez a 11 másodperc. Az egyértelmű, valószínűleg anélkül bőven meg lett volna. A kérdés az, hogy maga a bringacsere, tehát maga a technikai probléma ölte meg Campanerts versenyét, vagy az a bénázás, láttad végül, hogy mi volt az esemény? Komplett az egész, tehát hogy nagy tányéron adták oda a bringát, megtolták már akkor, amikor még nem ült rajta. Totális káosz volt, és aztán... Szerencsétlen, a nézők tolták be. Igen. Kereste is a szavakat a szakasz után, de hogy egy profi csapatnál
ezt ki kell mondani, hogy nem készültek fel az ilyen kerékpárcserére, az... Ez sajnos szörnyű, tényleg. Igen, tehát, igen. És de úgy, hogy tehát, tegyük fel, mondjuk 100. lett volna, oké, ki mondja, jó, tessék. De hogy itt egy World Tour, egy Grand Tour szakaszgyőzelem is múlt ezen. Ráadásul Campanersnek az első lett volna. Igen, és igen. Már hosszú ideje ült, tavaly ugye az izraeli prológon is hiszem harmadik lett, de ilyen 3 másodperc hátránnyal, vagy ilyesmi, szóval szegény Campaners nagyon hosszú ideje üldözi ezt a Grand Tour szakasz győzelem dolgot, és megint nem volt szerencséje. Személyes történet a dologgal kapcsolatban, én magam részéről sajnáltam nagyon Campanerset, de nagyon örültem, hogy végül nem nyerte meg, mert reggel nagyon gondolkodtam, hogy megteszem egy nagyon-nagyon-nagyon jó occal, hogy ő megnyeri ezt a szakaszt, és végül lebeszéltem magamról, de verdős lettem volna. Mekkora volt az a jó occ? 20. 20-as occ. És a probléma az, hogy nem ez volt a legnagyobb occ, amit a héten elszalasztottam, mert térjünk át egy kicsit azokra a szakaszokra, amik az összetettet végeredmény szempontjából valószínűleg nem befolyásolták, mégis ezen a héten nagyon megdöntötték, megborították. Ez ugye a 6. és a 7. szakasz, ahol mind a kettőn szökevény győzelem született. Ezekből az elsőt nyerte Fausto Masnada. Akit Milán mondott is. Így van. Gondoltam azonnal, meg Bilbaónál is. Nagyon-nagyon ügyesen eltalálta, hogy rájuk figyelni kell majd. Igen, ez egy jó megérzés volt. Azt azért lehetett várni, kicsit szerintem mind vártuk, hogy az andrónisok villogni fognak ezen a versenyen. Akik viszont nem várták, azok a fogadóirodák voltak. Ugyanis a 6. szakasz reggelén Masnadára 160-szoros hossz volt. 160, és úgy képzeld el, hogy én a 4. szakaszon, ahol a dunyolnemes bukás történt, hasonló hossz mellett megtettem reggel Masnadát, elment rajta a pénzem, és úgy voltam, hogy jó, hát akkor hagyjuk a csodába, ezt a 6. szakaszon már nem erőltetem, pedig valljuk be őszintén, ezt szerintem említettem is a Giro beharangozónkban, hogy ez a 6.-7. szakasz, én a 4.-et is így tippeltem, de a 6.-7. fixen kilométerekről látszott, hogy ez egy szökevény győzelmes szakasz lett. Ha megteszem Masnadát reggel 500 forinttal, akkor estére 80 ezer boldog tulajdonosa vagyok, de nem. Úgyhogy, hát akkor a kommentelők írják majd meg, aki kihasznált ezt a 100-as occot. Én nekem van ismerősem, aki igen, úgyhogy... Úgyhogy tudok ilyenről is. Én erről lemaradtam. Ami viszont érdekes, túllépve a fogadási balszerencsémen, hogy mit gondolsz arról, hogy mennyire volt bölcs döntés elengedni ezeket a szökevényeket egy ekkora előnnyel? Ugye Valerio Continak 5-5,5 perc előnye volt ezután a szakasz után? Sok. Elsőre nem gondoltam volna túl nagy problémának, viszont számomra meglepő volt, hogy még az időfutam után is megmaradt a rózsaszín trikója Continak. Hát azért az 5,5 perc sok volt, tudtuk, hogy Roglic jó, Conti meg nem jó időfutam menő, de azért 5,5 percet egy időfutamon Marackónak adtak 5,5 percet, de az mondjuk kevésbé. Most nem így a számokra gondolok, hanem pusztán a tény, hogy hagyták. Tehát, hogy ja, eleve akkora előnyt adtak ott, hogy ez még az első hét végén is rajta maradt a rózsaszín trikó. Értelek, én... Volt már ilyenre példa többször is. Látok már Thomas Voeckler-t is. Egyrészt, meg a 2009-es túron. Nocentini volt. Nocentini, hát tényleg jó. Nocentini szerintem tavaly vonult vissza, vagy ilyesmi, vagy idén fog. Ez még 45 éves, de ízni meg teke. Jézusom. Kemény, igen. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy még visszatérnék egy kicsit hozzád. A kérdésem, hogy önmagában azt meglepőnek tartott, hogy leadták a trikót, mert sokan ezen is vitatkoztak. Én szinte teljesen biztos voltam. Ugye mondtam is az előző podcastben, hogy ez lenne a legokosabb megoldás, mert mai körülmények között egyszerűen annyira sok plusz terhet ró a bármilyen trikó viselőre maga az, hogy ki kell szolgálni a médiát és a ezzel járó figyelmet, hogy okosabb dolog leadni trikót. Illetve ugye a csapatának is plusz terhel és a szakaszok közben általában elvárják tőlük, hogy vezessenek. Ráadásul ugye a Jumbo viszont megfogyatkozott, már csak heten vannak, és ráadásul Roglic a legfontosabb heli segítőjét de pluszt vesztette el. Úgyhogy ilyen ez pont azon a szakaszon látszott is, hogy gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy látszott, hogy csak a Lottót hagyják, vagy a Jumbo-t hagyják vezetni. Úgyhogy ez maximálisan kihasználta a többi csapat, szóval jól döntöttek szerintem. Abszolút egyetértek, én a különbséget sem sokallom annyira, hát látszik, hogy 4-5 perc előnye volt itt, vagy többeknek legalábbis Roglicsal szemben, és Roglics már ott van a második helyen, 1-50 a hátránya Contival. Nincs veszélyben. Semmi, ez a második helyi szakaszon legkésőbb elfogy. Igen. Alig, ha nem. A többieknek följön a feje, mert Yates még mindig, nem is tudom, 5,5 perc hátrányban van Contihoz képest, tehát nekik főhet a fejük, hogy ő
akkor most majd Pontival is számolnak, de Rolovicsot ez legkevésbé sem érdekli. Ő majd átveszi a trikót valamikor a második hét vége felé, jönnek most még sík szakaszok, dombos szakaszok, ezeken a szakaszokon az UAE fog vezetni. By the way, hogy az UAE vezet, a következő szakaszon láttunk erre egy remek példát, hogy hagyták az UAE-t vezetni, és az UAE-nek kellett megőrizni a Conti trikóját, egyedül nem sikerült volna. Igen. A végén nagyon kellett a Trek és a Bardiani segítsége, hogy... Persze. Úgyhogy én ilyen szempontból azt prognosztizálom, hogy a következő héten is lesznek olyan szakaszok, ahol a szökevényeknek jó esélye lesz, mert a Jumbo még nem akar majd vezetni, még nem lesz náluk a trikó, az UAE pedig erre láthatóan nem képes, hogy egy komolyabb, dombosabb szakaszon összetartsa a mezőnyt. De más már nem fogja hordani szerintem a rúzsa szint, csak Roglic. Jó, hát ugye beszéltünk arról az elején, hogy mennyire kell bedőlni ennek a papírformának, mennyire biztos innentől kezdve Primož Roglič trikója, ami biztos, hogy Yates és López elképesztően brutális hátrányban vannak, 3-3 és fél perc fölött, nekik innentől hát, nagyon támadó versenyt kell csinálni. Sem más esélyük nincsen, és tudod, hogy mitől tartok most? Hogy megismétlődik az, ami talán Dumoulin Giro győzelménél volt, hogy elég hamar elkezdtek menni a dobogóra a többiek. Tehát már meg se próbáltak a győzelemre menni, pont olyan, mondjuk a Nibali volt talán az egyik, aki akkor dobogóra állt, én azért személy szerint haragudtam is rá, tehát hogy nem volt meg benne az a vállalkozó szellemű versenyzés, mint mondjuk Contadorra, hogy nem érdekel a harmadik hely, vagy összejön a győzelem, vagy hatodik leszek, és tök mindegy. Itt most attól tartok, hogy olyan versenyzőkről van szó, akik néhány kivételt beszámítva a Grand Tour dobogón sem álltak, és hogy az fog történni, hogy úgyse fogjuk tudni már megnyerni, a dobogó azért legyen meg. És ez egy ilyen viszonylag passzív versenyzés szülhet. Igen. Nézd, én ilyen szempontból annak örülök, hogy Nibali van a legközelebb, mert ő ugyan, ahogy említetted, talán kevésbé volt bevállalós ezen a Dumoulin-es Giron is, de neki azért az 1.55 az még lőtávol. Igen, igen. Tehát, hogy neki még bőven megéri majd menni az első helyen. Yatest nem úgy ismerem, mint aki a dobogóra menne. Nyert már Grand Tourt, ő a győzelemre fog hajtani, és belepusztul, ha nem sikerül. López esetében én is kicsit tartok tőle. De ő is volt már két dobogós. Ő is volt már dobogós, de ő tavaly is láthatóan beérte ezzel. Ott ugye Carapazzal inkább csatáztak a fehér trikóért, mint sem, hogy különösebben megpróbálják. Viszont az Astana gyakorlatilag még mindig a legerősebb csapat. Izagirével, Cataldóval, Bilbaóval. Bilbao ugye előrébb is áll az összetben, mint Roglic. Látod bármelyiket is, hogy ők kibírják ezeket a nagy hegyeket? Nem. Azt látom, hogy nagyon jó. Bocsánat, elnézést, de... Nem, abszolút igazad van. Abszolút egyetértek, de azt látom, hogy nagyon jó szolgálatot tehetnek Lópeznek, ha López meg akarja próbálni. Uh-huh. És már pedig csalódnék, hogyha nem akarná megpróbálni. Sajnos látom magam előtt ezt a forgatókönyvet is, de bízunk benne, hogy López is a győzelemre fog hajtani, és akkor két viszonylag erős csapat, és Nibali is ott lesz, hogy megpróbálja megrogyasztani Rogličot. Uh-huh. Aztán meglátjuk, hogy sikerül-e. Nyilván én is a nemre fogadnék, nyilván te is a nemre fogadnál, ezután az első hét után nehéz mást mondani. Változtak az otcok az indulás óta? Roglicnál? Hát alapból nem volt magas, ezt szerintem beszéltünk legutóbb is. Igen, valami kettő körüli. Igen, na, most azt hiszem 1.50 vagy valahogy így. De a dobogójára már csak 1.10 pénzt fizet. Ezt már megéri se tenni, meg estére infláció van, és akkor ezért nem kapod vissza a pénzet. Olyat kell keresni, ahol arra lehet fogadni, hogy kiesik. Arra hát a magasabbat adnak. Gyanítom, igen. Mondjuk ne legyünk ilyenek, szegény Roglic. Igen, nem, abszolút nem szurkolok ennek, de én nem gondolom, hogy ez ilyen sima lesz. Tehát, hogy már csak az előző Giro-kból kiindulva is. Nem lesz sima, de lehet az. Nekem most ilyen frumflash-en van, 2013. Hát akkor is volt több időfutam, és abban is volt ilyen hegyi jellegű időfutam. Én most ezt érzem, hogy valami hasonló fog megtörténni. Abszolút benne van, ha Roglic ebben a formában lehozza a három metet, akkor ember legyen a talpán, aki megveri. De még egy kicsit vissza is esett, ugyanúgy, mint Froome az utolsó hétre. Veszít egy percet, két perc, jó, Nibalival szemben. Két perc, az már necces, igen, és nézd, nem láttunk még nagy hegyet, tehát nem tudjuk, hogy Roglic hogy fog felmenni a Gáviára, 2600 méter magas, már ha bárki felmegy a Gáviára, nem tudom, láttad a képeket, milyen hó van a hegyen. Igen, de gondolom, gyanítom, hogy nem fog elszétülni, tehát látott már ilyet. Igen, ő neki a lefelé menéssel sem szoktak problémái lenni, mint Lottós csapattársainak, hogy a hófartól sem féltem annyira. Ez a visszatérően poénkodunk szegény Kruijswijkkel. Szerintem azóta csak havas edzőtáboruk volt így a felkészülési időszakban.
Még néhány versenyző van, akit szerettem volna megemlíteni az összetett, vagy hát nem is tudom, a, igen, végül is az összetett kapcsán. Vannak versenyzők, akik meglepően jól állnak. Mollema. Jungels. Jungelstől mondjuk nagyjából ilyesmit vártunk, de Formolótól, Mollemától abszolút nem. Szerinted Mollemától abszolút nem, nagyon jó időfutamot ment. Igen, az nagyon meglepő volt egyébként. Milán most nincs itt, hogy eldicsekedjen vele, hogy ő azt megmondta előre, de megmondta igen, előre. Megmondta előre. Úgyhogy... Hát ők top 10. Top 10. Semmi több? Tehát nem látod, hogy Mollema esetleg bejöjjön JC-k elő, és már is mellcsípjenek a bobót. Most a JC jelenlegi helyzetét nézve nem tartom valószínűtlennek, hogy akár Mollema a végén jobb lehet. Hát meglátjuk. Szerintem azért nekik akkora különbség köztük nincs, ez talán van... 2 perc, hát ez nagyon a határa annak, és ugye már lesz még egy időfutam, de Yates nagyon rossz napot fogott ki, és amúgy nem tűnt rossz formában lévőnek az egész héten, tehát neki ez volt a rossz nap, ami hát nagyon rosszkor jött elő. De összességében én azért meglepődnék, hogyha Mollema előttük tudna végezni. Ettől függetlenül szép teljesítmény, és abszolút nem vártuk tőle szerintem, hogy ennyire jól teljesítsen. Még kitérnék egy kicsit a Movistar témára, mit gondolsz róluk? Törsölöm a tenyeremet. És várod, a három kapitányos csapat. Várod, hogy beléjük rúgdossuk. tudod, mi a helyzet? Mint ahogy én hozzáállok a focihoz, hogy én hosszú-hosszú évekig ostoroztam az egész sportágat, hogy ezt miért érdemes nézni, és rájöttem egyszer, hogyha trashként nézem, akkor marha vicces, hogy így petrengenek az emberek a fűben. Na most ugyanezt érzem a Movistárnál, hogy rosszak az elvárásaink. Tehát van három erős, igazán erős versenyzők, és nem azt kell várnunk, hogy valaki akár a dobogóra, vagy ilyesmi. Nem. Át kell kattintani a GC-ről szépen a csapatok ugyanezt részre. Ugyanezt akartam megtenni. A csapatok részre, és rögtön kijön, hogy Unzel mire gondol a csapat esélyeit illetően. 7 perces előnnyel vezetik a csapat. Bármit nézem, ez tulajdonképpen alázás. Tehát, hogy... ez, nekik ez van kitalálva. Nincs kérdés. Ennyi. Csapatverseny. Ez... ők egy más szemmel figyelik ezeket a Grand Tour dolgokat. Nyerni az mainstream. Igen. Csapatversenybe húzni, az egyszerűen tökéletes. Az én kellően hipster. De erre rendszeresen rámenni. Így van, persze. És ez folyamatosan megtörténik most már az elmúlt GT-ken velük, hogy egyszerűen kipontozódnak az emberek, akár egymást... igen, nem segítek kiütve, igen. És akkor így, hát akkor megyük rá a csapatversenyre. Még szerintem még nyernek egy szakaszt valahol, de... muszáj lesz nekik, hát főleg mert Landa, mert megint gyalázatos hátrányban van, tehát őt akár már engedni is lehet. Majdnem megfulladtam, hogy Landa már megint, de én úgy sajnálom egyébként, mert... most, ha megnézem, nézd meg Lópezhez képest, csak fél perc a hátrányra, tehát ekészhetjük Landát, de ugye Lópeznek volt egy technikai problémája az időfutamon, ki tudja mennyit veszített azzal, de sokkal rosszabbul nem áll Landa, mint López. Nekem a 2015-ös Giro óta van így köztudatban így Landa, és... szerintem, most nem akarok így nagyon gondolatolvasó lenni, de hogy amikor ő ott átadta azt a második helyet Arunak, biztos, hogy arra gondolt, hogy lesz még lehetőségem, meg mit tudom én, és mindenki erre gondolt. Igen, és azóta folyamatos egy túr negyedik hely a legjobbja, ugye Froome-ot segítve, igen, hát ez megint nem jött össze, gyakorlatilag Carapaz most már az első számú emberük. ma még ő. ő nézd, ő jobban áll, mint Yates, ő jobban áll, mint Landa. De várjál, Amador... elfelejtettem, hogy neki itt volt az időfutam. Tényleg, meg hát ő a szökésben is benne volt. Pontosan, és ott egerészte vissza magát. Jelentős időt hozott vissza, de hát önmagában elmond róla mindent, hogy a eseménytelen első hétvégén vissza kellett jönnie egy 5 perces szökéssel. Tehát, hogy ha itt emelkedők jönnek, akkor Amador légyként fog elhullani a lépanám. Nézd, ha úgy nézzük, hogy hárman vannak a top 30-ban, akkor ez a taktika... egészen egyszerűen kitűnően hatékony. Hatékony, így van. Sőt, megemlíteném, hogy nem, Delaparte már nem Movistaros, de jó, a Rojas még igen, úgyhogy én elgondolkodnék, hogy 4 kapitányos felállásra menjünk neki a folytatásra. Hát, tényleg, lehet ez kell, hogy nem csak 3, hanem 4-5 kapitány, és akkor még jobbak lennének a csapatversenyben. Lépjünk túl a Movistáron, fogjuk még őket látni, azért fogjuk még őket színni, és ahogy magunkat fogjuk is... fogjuk őket még látni hátrébb. Viszont amikről még egyáltalán nem beszéltünk, azok a sprint szakaszok, és volt belőlük 4, úgyhogy ez igen. Tulajdonképpen szignifikáns részét képezte az első hétnek, ahogy vártuk, tulajdonképpen meglehetősen kiegyenlített volt a mezőny, 4 szakasz, 3 szakasz győztes,
illetve 3,5-t mondanék, mert Tiviani is nyert egyet, amit végül Gaviria nyert, csak hát elvették. Mit szólsz ez a kizáráshoz, illetve visszasoroláshoz, hogy pontos legyek? Én dühös vagyok emiatt, és most éppen a monitorra görgettem arra a célfotóra, ahol pacsit adnak egymásnak Gaviriával, hogy így ez nem volt semmi. Tehát így, ez erre miért volt szükség erre? Vagy hogyha így szükség volt erre a hátrasorolásra, akkor gyakorlatilag minden második sprintnél. Az én véleményem szerint. Tehát most mondok neked egy vicceset. Most ezek a kiborítások, ezek basszus, megtörténnek. Amikor véget ért a szakasz, akkor én is így gondolkodtam. A minden második sprintben visszasorolás van. Ez egy... Zajlott a Giroval párhuzamosan egy másik verseny Franciaországban, a Dunkerque négynapos, ami valójában 6 szakaszból áll. És ott is a Jumbo-Visma nyert. Ott is a Jumbo-Visma nyert, szerintem az összes szakaszt és az összetettet. De a lényeg, ami lényeg, az azon a napon, amikor Vivianit kizárták a sprintből, volt egy versenyző, Francia Venturini, akit szintén kizártak. Ő konkrétan megfogta a mellette tekerő karját, és rajta rántotta vissza magát. Van egy olyan szabály, ami itt egyáltalán nem is kerültünk ennek a közelébb, hogy ezt alkalmazzuk, hogy a kormányról nem vesszük le a kezünket. Most azt a befutót nem láttam, de ott gondolom az volt, hogy levette a kormányra. És megrántott a faszán a mellette lévő. Jó, az teljesen az egyértelmű. De figyelj, a srácot a következő nap megint kizárták, mert másnap megfölkent valakit a palánkra. Jézusom! Szóval ez egy olyan hét volt, amikor gyakran zártak ki, soroltak vissza sprintereket. Ezek közül egyértelműen Viviani esete volt a legvitathatóbb. Amikor befutottak, akkor abszolút a te véleményeden voltam, abszolút nem értettem. Utólag már látok valamit abban a mozgásban, ami egyetértek azzal, hogy ez sokkal gyakrabban történik ilyen, mint ahányszor ebből visszasorolás van. Sokkal durvábbak. És sokkal durvábbak is történnek. Ettől függetlenül az, amit itt Viviani csinált, az egy baromság, hogy szabály betűje szerint 200 méter után nem válthatsz irányt, mert Vivianinak ki kellett jönnie a Kerman mögül. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy itt egy olyan irányú mozgás történt, ami akár indokolhatná is, mert engem az zavar, hogy Viviani indokolatlanul mozgott el annyira, amennyire elmozgott. Itt fogjuk látni szerintem. Nézzétek meg közben ti is. Szóval van helye kiférni Ackermann mellett, anélkül is, hogy Moscettit ennyire arrébb tolná. Itt még semmi, itt, és tehát, ott, ha egyenesen előre megy, akkor is ugyanígy megnyeri a szakasz, és nem vág be Moscetti elé. Engem ez zavar kicsit, ezért... Ebben tökre igazad van, viszont egyáltalán nem gondolom, hogy bármi szándékos. Nem, semmi, hát fogalma nem volt róla, hogy... Meg Moscettinek a szakasz győzelmes ezen múlt az Nem. Hát most lehet, hogy dobogón lett volna, de... Ugyanott végzett volna szinte. Két helyen hátrébb ment is. Igen, abszolút egyetért. Viviani nyert volna így is, úgy is. Most nem jut eszembe hirtelen leve a egykori híres olasz sprinter és nőcsábász. Cipollini, köszönöm. Nem ugrott rá hirtelen a nyelvemre, de... Cipollini mondta, hogy Viviani szerinte tudta, hogy ott van mögötte Moscetti, egy ilyen sprinternek ezt tudnia kell. Ettől függetlenül a szándékosságot ő se érzékelte, benne én se érzékeltem. Szabálybetűje szerint ez egy adható kizárás. Én nem feltétlenül zártam volna ki, vagy soroltam volna vissza Vivianit. Akinek így viszont, nem, hiszen nem csak visszasorolták, hanem a pontjait is levonták, hogy 50 ponttal sújtották a cikkának. Meg még van néhány euróra is. Hát ez a dolog, ez a szokásos sarc az UCI részéről, most tekintsünk el, de hogy a pontversenyben gyakorlatilag megölték az esélyeit Vivianinak. Igen. És ezzel térjünk is át kicsit a többi sprintre. Pascal Ackermann nyert ugye 2-t, Grand Tour újoncként, rögtön az első sprintjét. Mit gondolsz? Választ adott arra, hogy miért őt hozták. És miért nem Bennettet, így pontosan. Van. Mit gondolsz innentől, ha végig megy, simán behúzza a ciklámen trikót, vagy lehet valaki ellenfele? Végig fog menni. Én is ettől tartok, hogy nem, bár ő ugye túra nem megy. Tehát, meg hogy... fiatal, hát ha valaki, akkor talán ő végig megy. Fiatal, meg nehéz. Olyan hegyek jönnek itt, hogy az neki szerintem pokoli szenvedés lesz. Hát, hogyha végigmegy, akkor az övé. Hát, óriási erőnye van. Hát 52 pont Demárral szemben. Demár is végig fog menni valószínűleg, mert ő se túrozik. Juve nem fog végig menni, mert ő a 12. szakasz, vagy 13. szakasz után befejezi. Vivianinak szerintem 0 pontja van. Tehát úgy van szombos 150 pont hátránya. Ő nem fogja végig erőltetni. Nincs itt ezen a listán. Nem találjuk a listán. Annyi pontot levontak tőle, hogy negatívban van. Ezek után ő se fogja végigerőltetni magát, olasz bajnoki trikó ide vagy oda. Neki se éri meg a szenvedést. Szerintem Ackermann, ha végigmegy, akkor behúzza. De már lehet esetleg
esetleg ellenfele, hogyha, de nem hiszem, hogy ja, szerintem is megnyerheti. Azon meglepődtem, hogy tényleg bejött az, amire gondoltunk, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott versenyt láthatunk, és gyakorlatilag ez mentette meg azért az első hetet, hogyha jobban belegondolunk, mert hogyha akár már mindegyiket megnyerek, azért baromi unalmas első hét lett volna, mert legalább GC-ben nem történt semmi, és a sprintereket meg egy valaki ledominálja, akkor ez egy, igen, az egy standard túl első hét. De hát igen, ez legalább színes volt és változatos. Mit gondolsz Viviani gyengélkedésé? Gyengélkedik egyáltalán Viviani, vagy? Nem gondolom, hogy gyengélkedik, kiegyenlített a mezőny. Én abszolút ezzel egyetértek. Mit gondolsz, fog még nyerni szakaszt? Ugye ha kettő marad. Plusz két lehetősége még mindenképpen van a következő két szakasz, az Palacsinta sík lesz, ott van két esélye. Hogyha végig szenvedi a harmadik hétnek a nagy részét, akkor a 18-19. Szakasz is egy sík befutó. Én abszolút látom benne. Tehát ahol kizárták, ott is nem óriási előnye, de tudott szakaszt nyerni. Így van. Szóval ez a pingponglabda egyszer Ackermann, egyszer Viviani. Mondanám Gaviria, de ugye ő már nincsen. Igazából akinek jobban jön ki a lépés. Abszolút egyetértek. Abszolút egyet. És mit szólsz Caleb Ewanhez? Egész szépen tisztességesen végigküzdötte az első hetet, és csak összejött egy szakasz a végén. És még neki is. Tehát full kiegyenlített a helyzet. Hát azt a befutót, amit ő nyert meg, azt gyakorlatilag neki találták ki, az apró termető. 200 plusz métert kell sprintelni, és... Tényleg annak a befutónak a kapcsán, meg egy másik befutó kapcsán akartam beszélni a neutralizálás kérdésére. Ugye volt egy szakasz, kvázi neutralizáltak az óriási eső miatt, és a következő kapcsán is felmerült, vagy hát a nyolcadik szakasz kapcsán is felmerült, hogy neutralizálás legyen, mert a végén egy nagyon veszélyes lejtmenet volt, és egy olyan befutó, ahol 200 méterrel a vége előtt kanyar volt, és emiatt majd résztek a GC esélyesek, hogy ezt nekik végig kell versenyezni az élmezőnyben. Mit gondolsz ezekről? Elveszi a verseny élét? Vagy jogos döntés? Nagyon nehéz erről nyilatkoznom, mert versenyzőként én szeretek esőben, szerettem esőben versenyezni, de hogy ennél nyomorúságosabb dolog nem sok van, hogy így az ember semmit nem lát, ugyanúgy helyezkedni kell, rettenetes dolog, de közben meg rohadtul tökösnek is érzi magát az ember közben. Viszont itt vagyunk egy 3 hetes versenyen, és senki nem akarja, hogy ezen menjen el az összetett a verseny. Tehát meg is tudom érteni a versenyzőket, viszont ha meg arra gondolunk vissza, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy eső miatt rövidítsenek egy szakaszon, vagyis hát neutralizálják a végét, bocsánat, javíts ki, hogyha rosszul mondom, de volt ilyen az elmúlt években egyáltalán? Nekem egyáltalán nem rémlik. És annyira brutálisan azért nem esett? Ömlött az eső, de hogy nem volt az, hogy iszi, hogy... Hát inkább arra volt, hogy veszélyes kört, tehát hogy alapból egy neccesebb körpályára mentek, ráadásul körpályára, amin két kört mentek, volt lehetőség az első kör végén azt mondani. Igen, hogy végül is volt logika is benne. Én azt mondom, hogy meg kell húzni egy értelmes egy határt. Nekem az a szakasz, amit neutralizáltak, az ezen túlesett, tehát azt mondom, hogy ez vállalható döntés. Na nézd, de hogyha meg azt nézzük, hogy egészséges határ, azzal a 3 kilométerrel, az már... Meghúzták évekkel ezelőtt, igen. Nem? Igen, ilyen szempontból, ahogy nézik, valóban. Én csak attól félek, hogy ez tendenciózus lesz. És akkor, hát és ugye a 8. szakaszon erről is, én is ettől kezdtem el tartani kicsit, amikor ugye volt egy veszélyes lejtmenet, csöpörgött az eső egész nap, és attól féltek a versenyzők, hogy itt ebből megint majré lesz, és elkezdtek reklamálni a zsűrinél, hogy srácok, neutralizáljuk már akkor ezt is. Az már nekem is való túloldala volt. Azt gondolom, hogy ennyire nem kéne szabad, hogy kijöjjék az ilyen kicsit azért semlegesebb szakaszok hozzá, hogy senkinek sem jó, de senki sem akarja, hogy vért lássuk meg. Nem, nyilvánvalóan nem. Nyilván a versenyző biztonság a legelső. Az első. De akkor olyan útvonalat csak ez egy veszélyes verseny. Tehát az a másik oldalra oda kell tenni. Nézd, én azzal a Tony Galloppen írt aki Twitterre, hogy kitette a kis útvonalnak az utolsó 3-4-5 kilométerének a szintrajzát, vagy a térképét, a szerpentin kanyarokkal, meg a lejtmenettel, és azt írta, hogy cirkuszi majomnak néznek minket. És ezzel a résszel egyetértett, hogy hülyeség volt ilyen útvonalat rajzolni teljes mértékben. De ha már ilyen útvonalat rajzoltunk, és ezt erre mindenki rábólintott, akkor ne neutralizáljuk már, mert ez meg kicsit megöli a versenyt. Igen. Egyetértek.
Alapvetően szerintem ezek voltak a témáink az első hét kapcsán, szerintem a következő pihenő napon is megpróbálunk összehozni egy podcastet. Írjátok le a véleményeiteket, hogy mit gondoltok az első héttel kapcsolatban. Simán nyeri a Primoz Roglic a Giro d'Italiát, vagy valaki megszoríthatja, esetleg meg is előzheti. Megtehetitek mindezt Facebookon a Flow Cycle oldalán, de megtaláltok minket majd Soundcloudon, Spotifyon és iTuneson is, valamint ígérem be egy szó, esküszöm, most már YouTube-on is fent leszünk, de tényleg, legalábbis mindent megpróbálunk, úgyhogy ezeken a platformokon megtaláltok. Ha lájkoltok, ha megosztjátok a podcastet, azt nagyon köszönjük, és köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!